Az amerikai államtitkárokkal három témát érintettünk. Egyrészt a magyar-amerikai gazdasági együttműködés kérdését, amely egy igazi sikertörténet, hiszen most már meghaladta 9 milliárd dollárt az amerikai befektetések összértéke Magyarországon. Csak ezen a héten három új amerikai beruházást ünneplünk, a GE, a Systemax és a Procter & Gamble beruházásait. Ráadásul a tavalyi esztendőről is megvannak már az adataink. Két ország közötti kereskedelmi forgalom 24%-kal nőtt, és meghaladta az 5 milliárd dollárt, úgyhogy közben a magyar exportot 34%-kal tudtuk növelni, és az 3,3 milliárd dollár volt. Tehát azt gondolom, hogy ezek az adatok mind-mind azt bizonyítják, hogy egyáltalán nem túlzás azt mondani, hogy a magyar-amerikai gazdasági kereskedelmi együttműködés az egy igazi sikertörténet. Aztán beszéltünk Európa energiabiztonságáról is. Elmondtam az államtitkár uraknak, hogy Magyarország és egész Európa érdeke lenne az, hogy az Egyesült Államok oldja fel az amerikai gáz exportra vonatkozó korlátozásokat. Minél egyszerűbben, minél gyorsabban és minél könnyebben juthatna Európa amerikai földgázhoz, annál inkább növelnénk és javítanánk a kontinens energiabiztonságát. És felhívtam a figyelmet arra is, hogy a közép-európai energiabiztonság szempontjából a horvát LNG terminál megépítése az nem várathat magára, és jeleztem az amerikai tárgyaló feleknek azt is, hogy Magyarországon lévő 7 milliárd köbméternyi gáztározó kapacitás az egész régióban tesz minket versenyképessé ebben a tekintetben. És végül beszéltünk természetesen a MOL és az INA ügyéről is. Én ott elmondtam, hogy a MOL Horvátország legnagyobb külföldi befektetője, és nagyon szeretnénk, hogyha ez a kérdés úgy rendeződne, hogy az a magyar nemzeti érdekeknek és a közép-európai érdekeknek is megfelelő lenne. Azonban világossá tettem azt is, hogy Magyarország mindig fel fogja emelni a hangját akkor, amikor az Európai Unió gyakorlatával vagy jogszabályaival ellentétes módon bánnak gazdasági szereplőkkel, főleg úgy, hogy gazdaságon kívüli eszközöket alkalmaznak. Ukrajna kapcsán elmondtam az amerikai államtitkároknak, hogy Magyarország legfontosabb szempontja az, hogy megvédje a magyar embereket határainkon belül és határainkon túl egyaránt. Egy 200 ezres magyar nemzeti kisebbség él Ukrajnában, éppen ezért elfogadhatatlannak és illegitimnek tartjuk az ukrán parlament azon döntését, amely eltörölte a nyelvtörvényt. És világossá tettem azt is, hogy nem szabad azzal megelégednünk, hogy a korábbi ukrán elnök vagy ukrán kormány elhagyta a hivatalát, hanem nagyon világos elvárásokat kell megfogalmaznunk a következő ukrán kormánnyal szemben is. Magyarországnak az az érdeke, hogy legyen egy demokratikus Ukrajna, de egy olyan demokratikus Ukrajna, amely tiszteletben tartja a nemzeti kisebbségek, így a magyar nemzeti kisebbség jogait is.